apropó eszembe, hogy Szappanos Pistán, ahogy nem voltam. Megemlíti azt, hogy az a nagy fejű, a hosszú csőrű galambon, az megmaradt az én emlékezetemben. Az 1981-ben született a 406-os tojó. Ami itt az, év, ami az évkönyvekben fel van sorolva. Azt mondja, a hatodik generációja a 406-os tojónak, 99-ben Csillag Ignácnál az ország egyik legjobb hosszú távú galambja volt. Kerületi első hosszú távú galambja, kerületi díjakat nyertek. A 8. 9. generáció. Ebből számomra azt tűnik ki, hogy nem csak szaporítasz, hanem tenyésztesz. Próbálok úgy párba állítani két galambot, hogy abból 51%-a, tehát egy szavazati aránya jobbak szülesenek, mint rosszak. Hát én azt mondom, hogy ha 5%-a, nem 5, hazudok, ha 3%-a az általam tenyésztett, tehát 50 fiatalról beszélünk, azt mondja, az két és fél galamb, három galamb. Ha ebből a két-három éven belül, az azt jelenti, hogy 150 fiatalból három világsztárt föl tudok mutatni, idézőjelbe világsztár, akkor nagyon jól tenyésztettem. És nekem, hála jó Istennek, a 35-40 év alatt sikerült ezt megismételni. Sőt, másoknál is jó szerepeltek ezek a galambok. Végül is jó tojóval, vagy cseppérkeresztezéssel, de annak kapcsán a legjobbat a legjobban hoztad vissza. Nem. Megérzés szerint párosítok én. Ez mit jelent? Az azt jelenti, hogy hozzám került, azt már talán említettem, a Pöritis Kennedy tojó. Igen. Egy kis rozog a kis tojó volt, 1970-ben született, de 76-ban az Anker Alfrosnál országos első díjat nyert. És ennek a 6., 7., 8. leszármazottja még képes volt országos díjat nyerni, vagy nagyon-nagyon jó élhelyezéseket, és komoly ellenfelekkel szemben. Ami azt jelenti, hogy ha láttam egy olyan fiatal galambot, amiben nem tudom megmagyarázni, láttam benne azt, hogy ebből lehet jó galambot tenyészteni, nem is röptettem. Nyugodtan beteszem a szálló tenyészbe, általában repülnek a galambjaim, és abból hagyom galambot. És ez így történik 2016-ban is. Mert most új életet kezdtem, 2017-ben kössétek föl a gatyátokat, mert indulok, ha tetszik, ha nem, ha a főnök megengedi. Mert a nagy Pál Lacikával megbeszéltem, hogy Lacika, ha a főnök megengedi, szeretnék részt venni legalább 5-6-7 versenyen, főleg a hosszú utakra, oda mindenképpen szeretnék küldeni, és majd ott meglátjuk, hogy ez az egyéves kis garnitúra, ami most készülődik, amit úgy hívunk, a 30% a császár Meixner, a többi az meg Meixner, tudik, a császár Lajos sportbarátomnál van néhány öreg, meg nem öreg tenyészgalambon, úgy mondom, hogy kölcsön, és ilyen közös tenyésztéssel vissza akarjuk frissíteni az Anker hagyatékot. És ezek a madarak Ankerhoz honnan kerültek be? Kitől? Hát az öme, várjunk, azt mondja, hogy tulajdonképpen ez 3-4 csoportra lehet osztani. Igen. Dominálnak a deszmetmatiszok, a ferszrátok, de a ferszrátban is ott van 50% a deszmetmatisz, amiről Borról beszélünk, meg Santa Jansen deszmetmatisz, tehát a deszmetmatisz dominál. Hát a lősz nálam az már nagyon-nagyon hátul van. De volt lősz vérvonalú galambomból is nagyon jó. A plastron, hát ami Döbár, Oscar Döfrin, deszmetmatisz kombináció. Tehát többnyire ez a vérvonal az ami úgy. Tehát három törzs vezethető vissza. Tulajdonképpen a bölcső, az igazi bölcső, mondhatnám a deszmetmatisz. Amit Anker Alfonz atyán, később, amit már nem tudom, hogy hányadik riportban mondtam, a 888-asból, a Eierkamp-féle 888-ból cserélt a Eierkamp-pal, és az került az Aktje, Genajde, stb. És azokat én keresztezgettem. Tehát ez az Eierkamp katalógus. Én már beleépítettem a 88-as évjáratú Hollandiából behozott galambokat is egy picit, de azok elkoptak, a Romaineket azokat jobban beépített, Jansen vérvonalú galambokat, de igazándiból majd
17-18-ban, ha megengedi a nagyfőnök, akkor itt fogom tudni megmutatni, hogy ezek a galambok a mai időszakban is megállják a helyüket. Én bízom abban, hogy még lesz egy újabb riportsorozatunk is. Többen jelezték egyébként, hogy szeretnék látni, hogyha bemutatnál galambokat, igazi postagalambokat, én tudom, hogy vannak, de azt is tudom, hogy mindeddig azért nem tetted, mert még a nagyvedlésen nem mentek át. Tehát megvárod a nagyvedlést, hogy azért úgy, hát úgy lássák a madarakat. Kettő dolog miatt szeretném, Feri bácsi, hogyha ezt egy hónappal körülbelül elhasználják. A dúcok még nincsenek kész. Úttörő becsület szavamra, egy hónapon belül meg lesz úgy, hogy most külön lesznek a fiatalok, a versenydúc és a tenyérdúc. Hát ott vigyázba fognak állni azok a galambok, akiket tenyésztésre szánok. Az a kis brigád, az a 35-41 éves, amivel most 2017-ben szed, azok is vigyázba fognak állni, mert 18 fészek van összesen, tehát 36 galamb sorba állhat, és a fiataloknak egy olyan 50 férőhelyes, nagyon kényelmes, nagyon szellős volérrel ellátott, egy nagyon minden igény kielégítő kis ducot, ha kész teszek, és ez úttörő becsületszámon, még egyszer mondom, egy hónapon belül ez meg fog valósulni. Ígéretet kapok, hogy egyedül mindent nem tudok csinálni, hogy jönnek, aztán megfogják a másik fejt, meghegesszük, fölrakjuk, mert a nejemmel csináltuk a tetőt, most ne ázom be a duc. Tehát december 1-ére fixum fertig, szerintem ott lesznek a galambok a nekik szánt helyen. És én úgy ítélem meg mások, hogy mondjam, véleménye alapján is, meg azért megfordulnak néhányan galambászok, akik így, te még ilyen galambok léteznek ebbe a dúzba. Nem olyan régen volt nálam a Mihalik Csaba barátom. Ja, bocsánat, ő is fog jönni. A Pannon Maraton elnöke. Ő is fog jönni erre a fórumra, a Csaba barátom is. És azt mondja, hú, azt mondja, ezek még posta galamb kinézetűek. Tavaly, vagy tavaly volt, igen, az a nagy jégeső. Betört a galambház, ablakot betört. És pont itt voltak a Csabáék és a... Aj, milyen Jani, mindig... Lajos Mizsei tanácsárda tulajdonosa. Ja, Isten. Ja, ahol a Maraton Klub díjkiosztókat szokták megrendezni. Pont beszorultak, mikor jégzivatar volt itt, és... Nézd meg, hát szégyellem magam. Nem jut eszembe. Majd eszembe fogjuk. Tényleg én is már öregszem. És akkor kimentünk a dúzba, amíg nem volt a jégeső, és azt mondja, hát ő nem hitte volna, hogy azért még ilyen galambok még léteznek. Igen, léteznek. Jövő hónapra én ígérem, hogy ezek úgy fognak vigyázba állni, és itt mondhatom a Terminátor közvetlen gyerekeit, különböző tojókkal, unokáit, a romainekből van egy 4-5 pár, tehát a Janzen vonulat, akkor a Tibikéből megörököltem egy olyan Janzen hímet, amit a Guzmis Tibi a Peller Józseftől vásárolt, a 401 és a 924-es Boeingból tenyésztett. Én elveztem Tibikének, valóban elkerült vidékre, nem mentek vele sokra, és az hozzám került. És abból itt én tenyészgettem a Janzen vérvonallal, tehát abból is van egy konstrukció, egy anki csapat, amit sorba állítok. Hát lesz postagalam. Na most a Tibikénehez annyit fűznék hozzá, hogy a Bika nevezetű hímia Budapest legjobb galambja volt, közvetlen fia. De már mások nem tudtak vele mit kezdeni, és én a öregségére azért próbáltam bele kihozni azt, amit lett. Tehát a tenyésztéssel kapcsolatban ez egy olyan, hogy megérzés. Nálam megérzés. Szaponos Pista barátomnak az elsődleges szempont az egészség, és ebben tökéletesen egyetértünk. Csak nem mindegy, hogy milyen számolások valami mondom. Mert csak az egészség az kevés. Mert a begó is lehet egészséges, de azért nem fog az jönni. Tehát itt nagyon fontos a galamnak az eredete, a származása, hogy az hogyan volt átdolgozva, stb. De úgy remélem, Feri bácsi, hogy a következőkben már galamról is lehet beszélni, a módszerekről, hogy hogyan csinálom én, nagyon egyszerű egyébként, könnyen meg lehet tanulni. És
Hát én abban bízom, hogy a fórumon, amit most közhírítettünk, ugye, hogy december 3-a vagy 4-e, ez péntek, szombat-vasárnap, ez a két nap. Én arra szeretném. De erről hogyan fognak értesülni a galambászok? Hát, aki ezt hallja, igen. Én most szombaton állítólag a Csillében lesz egy ilyen közgyűlés. Rendkívüli közgyűlés. Rendkívüli közgyűlés. Most a szövetség keretein belül arra van. Azt nem tudom, oda elmehetnék. 22-én. Oda elmehetnék-e, vagy nem mehetnék. Nem tudom, kit kéne megkérdeznem, hogy oda elmehetnék. Mert ott személyesen meghívnám a szövetség vezetőit, hogy őket is szeretettel látni. Hát gondolom, hogy kompetensek ebben a szövetség vezetői, hogy meghívó nélkül el lehet-e menni, vagy sem. Hát igen, de hát nem tudom elérni az elnököt, mert nem veszi föl nekem a telefont. Lehet, hogy oda megyek, és akkor megkérdezem, hogy be szabad jönni, nem szabad bejönni, mint amikor kitessékeltek ott minket. Mert én nagyon szeretném, hogyha többen lennénk itt el. Azt már jelezték, hogy Vác környékéről 4-5-en már jönnének. A Ferenci Igort, Kaposvár Egyesület elnökét, aki az Anker galamboknak a hogy is mondjam, megőrzője, nevezhetem úgy, hogy megőrzője, ő is jelezte, hogy eljönne. Tehát olyan emberek jelezték, hogy eljönnének, hogy eljönnek, akik szerintem hatással lehetnének a közösségre. Egy fiatal ember fölhívott Egerből, nevét nem mondom, nehogy véletlenül megsértődjön, vagy rossz néven vegye. Annyit elmondok róla, hogy gyógyszer, és az édesapja meg pedig belgyógyász galambász, és őt is nagy szeretettel látnám, mert jókat beszélgettünk a telefonon keresztül. Tehát olyan emberek, juhásztestvéreket is szeretném, ha eljönnének Szajláról. Külön szeretettel meghívlak, Tóth Pista barátom, gyere el ide, legalább meglátod, hogy hova költöztem, hova jöttem. És egy jó kis babujást csinálunk nektek, vagy egy jó kis palacsintát, úgyhogy és egy baráti találkozó, egy jó kis fórum legyen, próbáljuk kibékíteni az embereket. Próbáljuk azt elérni, hogy ne bujkáljunk egymás elől. És legyünk büszkék arra, hogy mi magyar galambászok is vagyunk olyan értékesek, mint bármelyik nemzetközi belga, holland, német galambász. És azoknak a galambászoknak, akik rossz néven vették, hogy én ezeket a Belgiumból, Hollandiából, Németországból behozott galambokat egy kicsit így legyintettem, nem kötelező elfogadni az én véleményemet, de legalább annyit ártottak, mint amennyit használtak. Mert itt fölteszek egy kérdés felé, bácsi. November, december, de általában akkor tartjuk ugye akár a bajnokok kiállítását, amit nagyon-nagyon hiányolok. Nagyon hiányolok. A bajnokok kiállítást nevezhetnénk... Illetve észrevételezed. Igen. Véleményt nyilvánítasz. Igen. Nagyon-nagyon-nagyon sajnálom, hogy nem működik. Nagyon... Összejönnének az emberek, beszélgetni, meg leengedik a gőzt, bemutatja neki, milyen van, milyen nincs, és tehát összehozna az embereket. Tehát november környékén van, november 7-én, vagy akármikor tartjuk. Az országos kiállítás általában január első hetében vagy. A nyugati galambász véleménye szerint milyen galambokat hoz ide be? Szezon végén, a legvégén. Szerinted az első kelési fiatalokat? A bajnok galambét hozza ide? Árverezésre gondolsz? Vagy értékesítés? Vagy eladásra? Hát hagyd ne nyilatkozzak. Én meg nyilatkozom. Hát mondjuk ez lehet neki azt mondja a 5.-6. kelés. Főleg aki Hermes módszert alkalmaz, tehát csődör módszert alkalmaznak, lehet, hogy egy hímből van 50 fiatalja, vagy nem tudom mennyi. Én nem hiszem, hogy a legjobbakból, vagy a legjobbakat hozza ide. Novemberbe, decemberbe vagy januárba. Tudnék, véleményem szerint, amikor kezdtünk kijárni nyugatra, vagy többen kezdtek kijárni nyugatra, van október, novemberbe, tehát már a szezon vége fele mentek, és az utolsó kelésből egy-egy csipaszt tudott megvenni 100 márkáért, 200 márkáért. Én emlékszem 1988-ban, hogy Márta Fangélnél ott voltunk, egy ekkora, mint egy borjú nagyságú rottweilernél volt, sose felejtem el. Szaponos Pista sportbarátom, Horváth Karcsi, Olá Sándor és jó magam. És 3-4 ilyen nagyon késői, hát ilyen októberi
ilyen kis pici farokkal szaladgált, 3-4 fiatal, Dolle unoka, vagy Dolle leszármazott, hát 88-ról beszélünk, már lassan 30 év, és kérdeztem a Mártát, hogy azt a kis csipaszt mennyire kínálja. 500 márkát kért akkor. Most fölteszem a kérdést. Egy januári vagy februári fiatalért adott esetben mennyit tudott kérni, vagy mennyit kapott? Egy némettől, egy belgától, egy kínaitól, vagy egy tájföldítől, mikor októberben egy ilyen pici kis csipasz, utolsó kelés talán, 500 márka volt. Na most nekünk az 500 márka az megterhelő lett volna. És nem vettünk tőle galambot, vettünk a jó Simonstól, legalább a jó minőséget, 100 márkáért. Tehát 5 galambot kaptál egy Magyarországon nem annyira ismert kiváló galambásznál, 100 márkáért. Vagy a jó Hagman Szurdtól, aki szenzációs galambász volt. Tehát egyszerűen nem volt olyan nagy neves. 100 márkáért. Tehát Magyarországra milyen galambokat hoznak általában, amit már nem tudnak jó pénzre adni, vagy már létszám fölött van. Nem azt mondom, hogy ezek közt nincs jó. De sokkal kevesebb a jó, mint a Magyarországon tenyésztett, kiváló galamboknak a gyerekei. Tehát, hogyha én azt mondom, hogy elmegyek, ahol elmentem volna, vagy elmentem volna, most név nélkül bárkihez, és azt mondja, hogy 5000 forint. Hú, a kutyafáját, az már akkor nem volt olcsó, ugye? 30 évről beszélek. De 5000 forint az a németeknek az semmi nem volt. Köszönöm szépen az interjút. Nagyon szépen köszönöm, hogy őszintén válaszoltál a kérdéseimre. Kérdezem, van-e még olyan dolog, amit nem tettem föl kérdést, hogy szeretnél elmondani? Ha igen, tedd meg. Sok mindent szeretnék még mondani, csak nehogy unalmassá váljunk, mert itt lelkizünk. Ezek a bizonyítványok nem azért voltak, hogy kedves barátaim vagy sportársaim, hogy én fényezzem magam, csak azért, hogy azok, akik nem tudják, hogy régen is voltak jó galambászok, mondjuk 20 évvel ezelőtt is voltak jó galambászok. Azok azért annyi alázattal legyenek, hogy legalább tiszteljék a kort, hogy mit tett le az asztalra az az ember, és ne essenek hasra egy külföldi galambász előtt. Ez egy nagyon fontos dolog. Mert hát én nem tudom, hogy ha ott a Budapest évkönyvben, ha még egyszer belelapozhatunk, abban a budapesti évkönyve, amit itt megmutatok nektek, kedves barátaim. Álljunk egy pillanatra, be kell állítani. Függőlegesen kérem szépen. Úgy, igen. Jó, Feri bácsi. Így, igen. Ezen az oldalon Kuzmis Tibor barátom, és itt vagyok én. Ezen az oldalon, ez kicsoda, Olán Sándor, ugye, a B1 kerület vezetője, képviselője, igen. Gelencsér Ernő, B2 kerület képviselője. Függőlegesen kérem szépen. Igen. Hályas Endre, B3 kerület képviselője. Nem él. Tehát 1-2. Malina Ferenc, B1 kerület elnöke. Nem él. Zemplémi József, B2 kerület elnöke, nem él. Szemző Péter, hál' Istennek, ő még él. Vannak, akik az égi mezőkről figyelik. Malina Tibi, fiatalon, ő volt az évi bajnok, már nem él. Kedves barátaim, itt mutatok 6-7-8 ember, 50%-a már az örök vadászmezőkön van. Ott onnan néznek minket. Hát valami tisztelet. Volt olyan negatív vélemény is, én úgy értékelem, hogy a legutóbbi interjú kapcsán valamilyen negatív jelzőt használtál a külföldi galambászokkal kapcsolatosan, például akik itt voltak a kiállításokon, olimpiákon. Hát, a mostani olimpiáról esetleg? Igen, igen, én meg a korábbi
kiállításokon is, akik itt voltak. Nekem... Többek között a Jostoniról is. Hát én a Jostonin nevét nem is említettem. Csak azok a galambászok, akik 2000-től azóta a legdívat, hogy ide Magyarországra kezdtek járni, nem azért jöttek ide, mert minket annyira szeretnek, a kutyafülit. Mi egy felvevő piac lettünk nekik. Itt el lehetett adni a Trabantot is, ők már Mercedes-re meg Rolls-Royce-ra jártak, de nekünk a Trabant is jó volt, és attól is hanyatt estünk, holott nekünk jobb autónk volt, mint a Trabant, de nekünk az kellett. Tehát egy galambra átvetítve, itt több százezer forintokat adtak egy-egy galambért, és nem sokat hallottam azokról, hogy azok valamennyire beváltak volna. Tehát és én nem őket minősítettem, azokat a belga, holland, német, stb. Galambászokat, hanem a magyar galambászoknak a hozzáállását minősítettem. Hogy nem kell nekünk szégyenkezni, mint magyaroknak. Hát ők nem különb emberek, mint mi. Csak ők ott galambásznak, mi meg itt galambászunk. Ők az ottani körülmények között érik el azt, amit elérnek, amit nem tudunk kontrollálni. És nem szabad hasra esni. Tehát én nem a galambászt minősítem, hanem azt, hogy semmivel nem különbek az ő galambjai, mint a miénk. És legyünk arra büszké, hogy mi köztünk is voltak és vannak olyan tenyésztők, akik megállnák a helyüket, ha egyenlő eséllyel indulhatnánk egy közös versenyen, de ez se reális, a koeficiens az becsap, véleményem szerint. Mert te szombaton versenyzel, a métersebesség olyan, amennyi induló létszám plusz métersebesség, és neked egy katasztrófa utad van. Én vasárnap versenyzem ugyanarról a távról, és nekünk seggbe fújja a szél őket, és pillanatok alatt hazajönnek a galambok, és már esélytelenül indulsz. A légköri viszonyok is befolyásolhatják. Abszolút. Abszolút. Tehát még egyszer mondom, Ez az olimpiai pontszám, meg egy olimpia bűvöletébe élünk. Hát az olimpiát azok tudják jól kihasználni, akik okos emberek. Mondjuk a lengyelek föl, hát minket ledarálnak, maradjunk ennél le. De már azt hiszem, a románok is lehagynak minket. Sőt, már talán az afgánok is. Van még ilyen, hogy bantu négerek röptetnek, azt hiszem ők nem. De már lassan ők is le fognak minket adni. De tudod miért, Feri bácsi? Mert mi képtelenek vagyunk összefogni. Rákos mentén, nekem ez a fejlővésem, itt és szűk körzetébe körülbelül 2-300 galambász létezik. Szűk körbe 100-an vagyunk. Nem tudnánk mi egy rövid középtávú versenysorozatot megvalósítani? 12-13 útból. És akkor már mindjárt más lenne a koeficiens, meg a... Meg